Gyerünk, meg lesz. Sikerült. Ez az. Ez csúcs volt. Siessetek, elkésünk! Gyorsan, siess! Juhú! Jézus a barátainak nevezte őket. És az evangéliumokból kiderül, hogy akik úgy döntöttek, hogy Jézus barátai lesznek, azok a lehető legjobb döntést hozták. Szia, Zsófi! Á, szia! Ezt te rajzoltad? Te is így jegyzetelsz? Tiszta jó! Anya ötlete volt, így könnyebb visszaemlékezni. Szerintem is. Szóval lesz egy közös bemutatónk. De jó! Majd kereslek, hogy elpróbáljuk. Lídia, indulunk! Bocsi, most mennem kell, majd találkozunk. Szia! Hello! Csá! Mizu! Még jó, hogy egy csapatban voltunk. Nekem a Safari lombház tetszett a legjobban. Nekem is. Tök jók voltak az állatos képek a falon. Nem hittem volna, hogy nektek is sikerül. Haha, én kaptam a legjobb játékot. Ajándékot is kaptál? Mindannyian kaptunk. Gyerekek, most már csöndesedjetek el. Kezdjük el az órát. Nagyon sok dolgunk lesz ma. Először is van egy jó hírem. Azoknak, akik múlt hétvégén részt vettek a kis tudós szakkörön, szervezni fogunk egy újabb tábort. De csak azok mehetnek, akiknek jól sikerül a matematika dolgozatuk. A részleteket majd elmondom később. Hé, Zsófi, te nem jársz a szakkörre. Tanulni. Jó tanuló vagy. Te is jöhetnél a táborba. Zsófi, gyere! Ülj ide hozzánk! És képzeld, mindenki kapott kitűzőt, meg mindenféle ajándékot. Biztos nagyon izgalmas lehet. És azt mondták, hogy rám is szükség van a csapatban. Azt hiszem értem. Igen? Rájöttél, hogy mi a baja a kocsinak? Nem, jó lenne, de nem. Csak értem, miért szeretné járni a szakkörre. Tényleg? Igen. Mindannyian vágyunk barátokra és jó élményekre. Légy világítanál ide egy kicsit. Kicsit arrébb. Köszi. Olyan jó lenne egy barát, aki velem egy idős. Jehova is szeretné, hogy legyenek barátaink. Az viszont egyáltalán nem mindegy, hogy kikkel barátkozunk. Tudod mit? Beszélgessünk erről a következő családi imádaton. Kutathatnál egy kicsit Mártáról. Megkérem Marcit is erre. Aztán majd együtt beszélgetünk róla. Zsófi, kezded? Aha. A videóban megfigyelhettük, hogy mit vár el a szervezet Jehova tanúi gyerekeitől. Arra gondoltam, hogy itt megállítom a videót, és megpróbálom elmagyarázni, amit eddig a videóban láttunk, bár azt érzem, hogy nincs túl sok szükség rám, mert ez a videó szerintem magáért beszél. Ahogy a videóban láthattuk, a szervezet már gyerekkortól megpróbálja a tanukat elkülöníteni a többi gyerektől, és ezt nem is kívánják takargatni. A kikapcsolódásról készült videómban már beszéltem erről a jelenségről,
Ott a szervezet az erőszakra és az okkultizmusra hivatkozva próbálta meg a gyerekeket és a tinédzsereket elszigetelni a valóságtól azáltal, hogy kontrollálja a médiafogyasztásukat. Itt ugyanezt a barátok által próbálja elérni a szervezet. Ahogy láthattuk, a bemutatott szakkör nem volt spiritista, okkultista, sőt, még az evolúciós elméletről sem szerette volna meggyőzni Zsófit, és még ennek ellenére sem volt elfogadható a tanú szülőknek ez a szakkör. Annak ellenére, hogy az osztály többsége részt vett ezen a szakkörön. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, de az osztályban minden gyerek Zsófin és az osztály rossz tanulóján kívül kapott ajándékot. Ajándékot is kaptál? Mindannyian kaptunk. Gyerekek, most már csöndesedjetek el. Kezdjük el az órát. Nagyon sok dolgunk lesz ma. Sajnos Jehova tanúi gyerekeit gyakran összemossák a rossz tanulókkal, akik bizonyos eseményeken a büntetésük miatt nem vehetnek részt. Jehova tanúi gyerekei pedig a vallásuk miatt nem vehetnek részt ezen, de lényegében ugyanúgy kezelik az embert. És nem szabad elfelejtenünk, hogy a tanú gyerekek nem csak a szakköröktől vannak eltiltva. Ugyanis sehova tanúi gyerekei nem vehetnek részt az iskolai ünnepségeken és az egyéb eseményeken, mint például az osztálykarácsony. Sőt, vannak olyan tanú szülők is, akik az osztálykirándulásokra sem engedik el a gyerekeiket. Az osztálykarácsony amúgy azért is érdekes, mert bevett szokás a tanúknál, hogy az osztálykarácsony alatt elhagyják a tantermet. Az iskolák többsége a vallásszabadság miatt lehetőséget ad arra, hogy az ilyen ünnepeket a folyosón vagy a könyvtárban töltsék a tanúk. Ezzel ismét elkülönítik őket az osztályuktól, nehogy véletlen legyenek szép emlékeik a világi oktatásról. Ez a szakkörösdi, amit a videóban bemutattak, engem roppantmól irítál, mert most már a szélsőségesebb tanú szülők ezt is meg fogják vonni a gyerekeiktől, annak ellenére, hogy a tanúk szempontjából nem történik semmi törvénybe ütköző ezeken a szakkörökön. Mindössze annyi történik, hogy a gyerekek olyan emberekkel töltenek időt, akik nem Jehova tanúi. Sajnos a tanúk mindenkit, aki nem Jehova tanúja, rossz társaságnak tekintenek. És azt szokták mondogatni a gyerekeiknek, hogy a rossz társaságok megrontanak hasznos szokásokat. Az 1 Korintus 15.33-ban van leírva ez a gondolat. A keresztény életünk és szolgálatunk 2020 áprilisi száma egyértelművé teszi számunkra a szervezet elvárásait. Ez így hangzik. Valószínűleg észreveszel jó tulajdonságokat a szomszédaidban, kollégáidban vagy osztálytársaidban. Vajon akkor ők jó társaságnak számítanak? Mi segíthet ezt eldöntened? Ha barátkozol velük, közelebb fogsz kerülni a hovához? Mi derül ki a beszélgetéseitekből? Mi igazán fontos nekik? Kérdezd meg magadtól. Milyen hatással vannak a Jehovával ápolt kapcsolatomra azok, akikkel időt töltök? Ahogy láthattátok, a szervezetnek ez a fontos. Nehogy véletlenül is olyan ellenérvel találkozzon bármelyik tanú, vagy itt a videóban Zsófi, ami nem egyezik meg a hitnézetével. Ugyanakkor az is fontos számukra, hogy a barátod azonos hitnézetel legyen veled, sőt, a barátod erősítsen is meg a tanú doktrinákban. Sajnos ez a működés eléggé káros, és nem csak a tanúkra jellemző. A társadalom sajnos szeret különböző szektákra szakadni. Szerintem az, hogy ne ragadjunk bele a saját szektánkba vagy vélemény buborékunkba, roppant fontos, hogy hallgassuk meg az ellentétes álláspontot is, és ne az alapján válasszunk magunknak barátokat, hogy ők megerősítenek minket a tévképzeteinkben, vagy sem. Sőt, képzeld magad azoknak a helyzetébe, akik nem értenek veled egyet. Persze ettől függetlenül nem kell velük egyet érteni, de érdemes megérteni az álláspontjukat, mivel semmi sem fekete és fehér. De térjünk vissza a videóra. Ahogy láthattuk, a videó nem csak a társaságról szól. Benne volt az is, hogy nem jó dolog a szükségesnél több időt fordítani az oktatásra, mivel az oktatásban főként világiak vesznek részt. És többek között ezért nem csatlakozhatott a szakkörhöz, és nem indulhatott a tanulmányi versenyen Zsófi, annak ellenére, hogy jó tanuló volt. Ez a videó másodlagos üzenete a gyerekeknek. A vezetőtestület főként ezzel a módszerrel operál, ugyanis a Biblia semmit sem mond arról a témáról, amit a videóban láttunk. A Biblia nem ítélné el Zsófit, hogyha szakkörre járna, sőt, akkor sem, hogyha indult volna a tanulmányi versenyem. Valójában a tanú hitnézetek ítélik el Zsófit, és ez a szomorú a tanúkkal kapcsolatban.
ugyanis azokat a tehetséges és jóeszű fiatalokat, akik sikeresek lehetnének, teljes egészében megfosszák a sikereiktől. Majd az oktatásról készítek egy dedikált videót, mert a vezetőtestület a tanúk oktatását is kontrollálja, például azáltal, hogyha egy tanú családtag gyermeke tovább szeretne tanulni, akkor az apjától megvonhatják a kiváltságait. A videóban amúgy különösen zavart az, hogy még az iskolában sem tehette az Zsófi, amit szeretett volna. Ráadásul láthattuk, hogy még a szünetét is azzal töltötte, hogy a Tanulja Nagy Tanítótól című könyvet olvasta, amit a társulat adott ki régebben. A probléma ezzel az, hogy ez a videó, és persze a többi is a jv.org-on nem viccből készül. Ezek a videók példával szolgálnak a tanúknak, amit a tanúk maximálisan be akarnak tartani. Most gondolj bele abba, hogy ha ezt a példát követi egy tanú gyerek, akkor még a szünetét is azzal tölti, hogy saját magát indoktinálja, ahelyett, hogy pihenne. Ráadásul, hogyha előveszi ezt a könyvet, akkor nagy valószínűséggel el kell magyarázni az osztálytársainak, hogy miben hisz. És elég elkotyognia azt, hogy abban hisz, hogy mindenki elpusztul Armageddonkor, és már lesz is miért piszkálni Zsófit. De persze az is elég, hogyha valamelyik osztálytársa meglátja például ezt a csodálatos képet. Számomra ez a kép amúgy a mérhetetlen pusztításon kívül azért is érdekes, mert a moziban a Tripla X című filmet vetítik. És persze egyértelmű, hogy az Őrtorony Társulat művészei puszikat értettek a Tripla X alatt, nem pedig valami más pervers dolgot. Ha mindegy is, folytassuk. Az iskola után átugrunk a gyülekezetbe, vagy az indoktrináció központjába. Itt megismerkedhetünk azzal, hogy milyenek a tanúbaráti kapcsolatok. Láthatjuk, hogy a tanúk akkor barátkoznak veled, hogyha valamilyen közös feladatotok van. Hát igen, ilyen az igaz barátság. Amúgy a vicc az, hogy a videónak ezen része tűpontos, én is ugyanezt tapasztaltam meg tanúként. Csak a közös szolgálatra, vagy programfelkészülésre tudtam rávenni a tanúkat. Azt meg, hogy az ember őszintén elmondja nekik a baját, rögtön el kell felejteni. Mert hogyha valamilyen bűnt követtél el, azonnal jelentenek a véneknek. Hát igen, sajnos a tanúk kötelesek a barátaik bűnét elmondani a véneknek, ugyanis a szervezet azt tanítja, hogyha ezt nem teszik meg, akkor vérbűn terheli őket, és emiatt el fognak pusztulni Armageddonkor. Nekem erről a működésről a Matrix jut eszembe. A Matrix egy rendszer. Ez a rendszer az ellenségünk, de mikor benne vagy és körbenézel, üzletembereket látsz, tanárokat, ügyvédeket, ácsokat. Azokat, akiknek meg akarjuk menteni a tudatát. De amíg a Matrixban élnek, részei a rendszernek, és ettől az ellenségeink. Meg kell értened, a legtöbb közülük nem érett meg a valóságra. És sokuk úgy megszokta, oly gyógyíthatatlanul függ a rendszertől, hogy foggal, körömmel védeni fogja. Figyeltél rám? Vagy azt a piros ruhás nőt nézted? Hát én... Figyelj! Állítsd meg! Ez... Ez nem a Matrix? Nem. Egy újabb kiképző program, amiből sokat tanulhatsz. Ha nem közénk tartozol, akkor közéjük. Miért? Mik ők? Érző programok. Ugyan átjárhatnak a szoftverek közt, mégiscsak a rendszer részei. Vagyis mindenki, akit nem választottunk le, potenciális ügynök. A Matrixon belül mindenki az. Ahogy láthattátok, bárkiből lehet Smith ügynök. Sajnos pontosan így működnek a tanúbarátok. Bármelyikük lehet besúgó. És ebből adódóan senkiben sem bízhatsz meg igazán. És szerintem az igaz barátság egyik legfontosabb ismérve a bizalom. És ebből adódik, hogy a szervezetben szinte kizárólag csak érdekbarátokat fogsz találni magadnak, akik addig foglalkoznak veled, ameddig felkészültök a közös programokra, vagy ameddig együtt elmentek a szolgálatba. Sajnos, ahogy megszűnik a közös érdek, a barátság is ellaposodik és megszűnik. Ugyanis Jehova tanúinál a barátság nem organikusan alakul ki, mivel a szervezet elvárja, hogy mindenkivel legyél barátságos. És azt is, hogy bármelyik tanúval szívesen menj a szolgálatba, vagy szívesen vállalj programot. Tanúként ki kell mutatni az úgynevezett agapé szeretetet, és senkivel sem lehetsz haragban, vagy senkivel szemben sem érezhetsz ellenszenvet. És sajnos az sem számít nekik, hogy az illető mit követett el ellened. Még akkor is ki kell mutatnod az agapé szeretetet, hogyha az adott személy megkárosított téged valamivel.
tehát az e fajta agapé szeretet szerintem inkább kártékony, mint hasznos. Ez főként arra szolgál, hogy megtartsák a gyülekezet látszólagos egységét. A kérdésem csak az, hogy ez a cél vajon megéri ezt az árat? De valójában nem ez az egyetlen ok, ami miatt fontos a szervezetnek, hogy csak tanúbarátaid legyenek. A másik, és talán még fontosabb indok az, hogy a szervezet nem tudja kontrollálni a nem tanúbarátaid. És ez számukra kockázatot jelent. Egyrésztről azért, mert hogyha igaz barátok, akkor utána néznek annak a szektának, amihez a barátjuk csatlakozott, és ha kártékonynak ítélik meg, akkor megpróbálják a barátaikat lebeszélni erről a szektáról. Másrésztről pedig, ezek a személyek, ahogy korábban is mondtam, soha nem fognak arra buzdítani, hogy add minden időd és pénzed ennek a szektának. Valójában ennek az ellenkezőjére fognak buzdítani, tehát arra, hogy legyen egy jó munkahelyed és élj kényelemben. Ami egy olyan szektára nézve roppant káros, ami azt tanítja, hogy ez már az utolsó napok, utolsó időszakának az utolsó periódusa. Hát igen, többek között ezért fontos a szervezetnek, hogy csak tanúbarátaid legyenek. Szerintem nézzük is tovább ezt a videót, mert lesz még benne sok érdekes dolog. Kutathatnál egy kicsit Mártáról? Megkérem Marcit is erre. Aztán majd együtt beszélgetünk róla. Zsófi, kezded? Aha. Márta egy zsidónő volt. Két testvére volt, Lázár és Mária. És Betániában éltek. Egy faluban, ami nagyjából 3 kilométerre volt Jeruzsálemtől. Jézus valószínűleg itt szállt meg, amikor ezen a környéken prédikált. Márta szeretett főzni. Igen, így van. És ő főzött Jézusnak és a tanítványoknak, amikor meglátogatták őket. Hú, akkor jó sokat kellett főznie. Bizony, nem kis munka lehetett. De a testvérei biztos segítettek neki. Csak hogy velük ellentétben nem mindenki kedvelte Jézust. Márta barackos lepényének nincsen párja, nekem elhiheted. Túlbecsüled a képességeimet. Nem sajnálom tőled a dicséretet, ha te sem sajnálod tőlem a süteményt. Tényleg, Tália, hallottad a hírt? Jézus a tanító, ismét Betániába jön. Az a galileai férfi. De ugye, nem látjátok megint vendégül? De igen, igazából már ma estére várjuk. Hallottam róla ezt-azt. Azt mondják, hogy a farizeusok Jeruzsálemben nincsenek róla jó véleménnyel. Nem akarok beleszólni, de szerintem nem jó ötlet, hogy vele barátkoztok. Na jó. Most már mennem kell. Majd találkozunk. Márta, itt van Jézus! Várj csak egy kicsit. Azt akarod mondani, hogy megengedte nektek, hogy odaüljetek és tanuljatok Istenről, mint a férfiak? Mégis milyen tanító az ilyen? Egy nőnek az a dolga, hogy kiszolgálja a családját és a vendégeket.
Ez így van? Rendkívül fontos, hogy egy nő szorgalmas legyen. Ez a legfőbb erénye, és te ilyen vagy, Márta. Ne engedd, hogy ez a Jézus telebeszélje a fejedet. Lázár! Nagyon kedves tőled. Hogy van, Lázár? Nem jól. Már üzentem Jézusnak. Ő majd biztosan meggyógyítja. Ide hívattad Jézust? De hát nem hallottad, Márta? Mindenfelé fel vannak háborodva a tanításai miatt. Azt képzeli magáról, hogy ő Isten fia. Elment az esze. Teljesen... Szereti Jehova Istent és a barátunk. Sajnos Lázár meghalt. De emlékeztek, hogy mi történt ezután? Jézus elment Betániába, és feltámasztotta Lázár. Igaz barátja volt Mártának, Máriának és Lázárnak, hiszen törődött velük. Jehova is ugyanilyen jó barát. De ezzel még nem ér véget a történet. Nézzük meg, mit tettek néhányan ezután. Sokan hittek Jézusban, amikor látták, mit tett. Néhányan azonban elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, mit tett Jézus. De miért csináltak ilyet? Mert még Lázár feltámadása sem győzte meg őket arról, hogy Jézus a Messiás. Látszólag Márta barátai voltak, de gyűlölték Jézust. Mit gondoltok? Mit tett ezért Márta? Jézus a Messiás. Ő a feltámadás és az élet. Ő tényleg Isten fia. És a családunk barátja. Tália, mindig nagyon kedves voltál hozzám, de nem hiszel abban, amit Jézus tanít. Ezért nem lehetünk többé barátok. Márta Jézust és a tanítványokat választotta barátainak. Ők pedig segítettek neki, hogy Jehova barátja legyen. A videóban többek között megismerkedhettünk Táliával. Tália története nem szerepel a Bibliában. Ő egy kitalált karakter, amit Jehova tanúi írói bizottsága talált ki. Táliát Lázár feltámasztásának a történetébe írták bele, ami szerintem önmagában problémás, azért, mert Lázár feltámasztásának a történetéről kizárólag János apostol számol be az evangélium írók közül. És érdekes módon Máté, Márk és Lukács nem tartotta annyira fontosnak egy halott ember feltámasztását, hogy akár csak egy fejezetet írjon erről a történetről. Szerintem ez elgondolkodtató. A problémám az Tália történetével, hogy a tanúk ezt a történetszálat egy valós bibliai történetként fogják kezelni, és szinte biztos, hogy észre sem vették, hogy ez a történet ebben a formájában nincs benne a Bibliában, sőt, még egyetlen örtönöncik sem készült Táliáról, vagy erről a kitalált történet száról. Még a jv.org keresője sem talál semmit erre a névre. Valójában a vezető testület ezt a videót és a videóban lévő tanítást így próbálja tisztán mosni, és bemutatni, hogy ez nem az ő agyszüleményük, mert benne van a Bibliában ez az elvárás. Így ebből a kártékony elvárásból hitnézetet fabrikálnak, amiben jól tudják, hogy egyetlen kormányzat sem mer majd beleszólni. Ez jól mutatja azt, hogy ennek a videónak és a videóban bemutatott kisarkított történetnek valójában semmilyen bibliai alapja sincs. Ez a történet kizárólag azért született meg, hogy Jehova tanúi ebben a szektában tudják tartani a gyerekeiket. És ahogy láthattátok, a cél szentesíti az eszközt, és hogyha hozzá kell adni a Bibliához, akkor nincs mese, hozzáadnak. Zsófi, mit gondolsz?
Mit tanulhatsz ebből a történetből a barátságról? Szerintem azt, hogy nem mindegyikkel barátkozok. És szerinted mitől lesz valaki jó barát? Ha segít abban, hogy Jehova barátja legyek. Nem fogok menni a szakkörre. Az én kislányom. Annyira büszkék vagyunk rá, csillagom. És Jehova is nagyon büszke rád. Ha még van leckéd, az jó lenne, ha megcsinálnád. Anya mondta, hogy még vendéget várunk estére. Oké. Jehova, kérlek, segíts, hogy legyen egy barátom. Olyan, aki szeret téged. Legalább te itt vagy nekem. Zsófi, itt van Lídia. A bemutató. Szereted a tektősöket? Igen, nagyon. Tényleg? Akkor mutatok neked valamit. Jaj, de cukorfalat! Szerintem mi jó barátok leszünk. Sőt, biztos vagyok benne. Ahogy láthattuk, Zsófi élhetett a szabad akaratával, és kimondhatta, hogy nem vesz részt ezen a szakkörön. A kérdés csak az, hogy mi történt volna, hogyha azt mondja, hogy őt nem győzte meg ez a történet, és ő szeretne a szakkörre járni, és vele egy idős barátokat szerezni magának. Vajon akkor is büszkék lettek volna rá a szülei? Vagy inkább folytatódott volna a családi tanulmányozás addig, ameddig meg nem fűzik Zsófit? Hozzátenném, hogy itt nem azt kérem számon, hogy a szülők nem akarják elengedni a gyereküket a szakkörre, mert ezt minden szülőnek magának kell eldöntenie. Inkább az zavar, hogy ezt a döntést valójában a szervezet hozta meg. Mindemellett az is zavar, hogy eladták Zsófinak azt, hogy szabad akarata van, és hogy ő döntött így. Ebből adódóan később nem is reklamálhat, mert látszólag ő hozta meg ezt a döntést. Többek között szerintem ezért nincs valójában szabad akaratuk a tanúknak, és ebben az esetben Zsófinak. Ugyanis a tanúgyerekek meg szeretnének felelni Jehovának és a szüleiknek. És ebben a helyzetben a Jehovának történő megfelelés miatt döntött úgy Zsófi, hogy nem csatlakozik a szakkörhöz. A kérdés már csak az, hogy mi történt volna akkor, hogyha ebből az egész egyenletből kivonjuk Jehovát. Vajon akkor is így döntött volna Zsófi? Szerintem a válasz egyértelmű. Amúgy a videóban látható működés átjárja a tanúk gyerekkorát. Valójában ők pontosan ugyanígy dönthetik el azt, hogy eljárnak-e a gyülekezetbe vagy a szántóföldi szolgálatba. De még a keresztelkedésnél is hasonló döntési kényszerbe kerülnek, mivel hogyha nem keresztelkednek meg, akkor elpusztulnak Armageddonkor, ami a küszöbön áll, és bármelyik pillanatban bekövetkezhet. Úgyhogy valójában bele vannak kényszerítve a gyerekek ezekbe a döntésekbe, és hogyha később nem értenek egyet Jehova tanúi tanításaival, és úgy döntenek, hogy kilépnek a szervezetből, akkor őket hibáztatják azért, mert tudták a következményét a megkeresztelkedésüknek. Szerintem most térjünk vissza Zsófihoz egy pillanatra, mert nagyon elkalandoztunk. Zsófi úgy döntött, hogy nem megy el a szakkörre. Emiatt a szervezet dobott neki egy csontot a videó végén, és kiderült, hogy az a testvérnő, akivel közösen előadást fog tartani, hasonló érdeklődési körrel rendelkezik, mint Zsófi. Tehát szereti a teknősöket. És úgy tűnik, hogy ez egy gyönyörű barátság kezdete lesz kettőjük között. Ami nagyjából addig fog tartani, ameddig Lídia össze nem jön egy pasival, és ki nem közösítik paráznaság miatt. Gyönyörű jövőkép. De ez nem történik meg, akkor is jól láthatóan nagy a körkülönbség kettőjük között. Emiatt más és más problémával rendelkeznek, és nem ugyanazon a szellemi szinten vannak. Ebből sohasem lesz egy egészséges barátság. Viszont arra jó lesz, amit a szervezet szeretne. Mégpedig arra, hogy Lídia arra buzdítsa Zsófit, hogy tegyen többet ebben a vallásban. Ami természetesen a vezetőtestület malmára hajtja a vizet. Mondjuk ez még mindig jobb, mint az előző ilyen videó, ami a Hogyan szerezhetsz barátokat címre hallgatott, és megtanította a tanú gyerekeknek, hogyha nincs más, akkor a nagymamákkal is barátkozhatnak.
Végül is sok közös témájuk lehet, például beszélgethetnek a lumbágójukról, az üldözésről, vagy esetleg a be nem teljesedett 1975-ös világ végéről. Csodálatos témák. Így a videó végén szerintem nem árt feltennünk azt a kérdést magunknak, hogyha Jehova tanúi vallása az igaz vallás, és ez az egyetlen igazság, akkor miért kell teljes egészében elszigetelniük magukat a tanúknak azoktól, akik nem Jehova tanúi?